igazából Tézeus elmondta, amit mi is nagyjából az elején, hogy milyen játékok mikor vannak éppenséggel élőben megtekinthetőek különböző Twitch csatornákon, illetve hogy fog zajlani az egész Magyar Nemzeti Esport Bajnokság, melynek jelen pillanatában ugye a League of Legends, KNTH által támogatott League of Legends bajnokságának 5. játéknapján vagyunk. Ez most ugye kicsit furcsa, mert ugye konkrétan a 3. játéknap teljesen kukába ment sajnos, a 4. játéknapnak csak a fele került lejátszásra, úgyhogy folytatódik maga a schedule, de ettől függetlenül természetesen majd ez a másfél nap valamikor be lesz pótolva. Így van. Tehát lesz majd még mire izgulni a hajrában a későbbiek során. Viszont egyelőre ott tartunk, hogy 5. nap, és ez megy, ahogy te is mondtad, úgy, ahogy ez előre meg volt írva. A Wild vs. Plague összecsapással indítjuk a napot, ahol a választásaink már fixáltak, megvan minden. Kérdés csak az, hogy akkor Wild vagy a veretlen Plague fog győzelmeskedni. És ugye azért is fontos, mert hogyha még visszaemlékszünk valamelyest a tabellára, akkor hogyha most a Wild nyer, akkor jóformán Holt versenyben az első helyen, vagy legalábbis az első hely környékén lehetnek a Plague-gel, ugyanis akkor ők mind a két csapat 3 győzelem és 1 vereséggel állna. Viszont ha a Plague nyer, akkor pedig folytatja a veretlenségi szériát, a Wild pedig másodjára is kikap. Én azt gondolom egyébként, hogy a Wildnak elég pofon volt az az első napi botlás, illetve nem is azt mondom, hogy botlás, ott az Áfrigó egyébként nagyon szépen játszott, tehát őket is meg kell dicsérni, de a Wild most menetelni fog, én azt gondolom. Itt beleadnak apait, anyait. Azt mondtad, hogy a középmezőnyből itt... Hát szép. Daddy. Szép. Azt mondod, így léphetnek ki és kerülhetnek a felsőházba? Így van. Itt most én azt gondolom, hogy ha ezt a meccset kellően jól játsszák meg, akkor bizony-bizony ők is bent lehetnek. És közben megérkezünk az idézők szurdokába. Egy pici játékhangot lehet, hogy kérnék még. Én addig közben azért a rúnákról egy-két szót biztos, hogy ejtenék, hiszen az őrzős Morganát talán nem a legmegszokottabb, de így. Még egy kis védelem ott van az alsó ösvényen, amiről beszéltünk, hogy így is van elég, hát lehet ezt még fokozni, kérem szépen. Robustonál pedig, hát, villámcsapás, áramütés található, tehát ő gyors-gyors cserékbe akar belebonyolodni. Ez egyébként az ösvényen egy felértékelt róna elhozata. Rendkívül gyakran ki tudod használni, 1 perc alatt akár 2-szer is ezt a rónát, és ez a bónusz sebzés így egy gyógyítás nélküli ösvényen igencsak jó lehet. De ha már egyébként az áramütést kiemeltem, ez nem csak az alsó ösvényen van meg a Plague-nél, a középsőre Skinzor is ezt hozta el. Talán tőle ez még inkább várható volt, ő bele is tud ugrani azokba a villámgyors cserékbe. Érted? Villámgyors. Rettentő sok villám van, tehát hogy itt konkrétan mindenki villámkodni akar. Közben megjön a játékhangunk is. És eléggé sok egyébként a romlás itala is, 3 szám szerint. Nem szeretném Skinzort minősíteni, de egyelőre, amit csinált a középső ösvényen, az az volt, hogy berohant és megfejelte mate-et. Ezzel amúgy nyerte is a cserét, amint ez az életerőkön látszik, bár a manát tekintve viszont mate az, aki jól teljesít, tehát ugyan le lett fejelve a lelkem, de azért agyrázkódás nélkül maximális agykapacitással folytatja az ösvényt. Konkrétan itt ez már lehetséges, hogy egy ilyen fejben eldölt küzdelem, tehát hogy itt egy kicsi játék is van ebben, hogy oda megyek, aztán ijedjen meg elég durván, mert azért szeretne valamelyest Skinzor egy, hát hogy is mondjam, dominanciát kialakítani ezen az ösvényen. Közben Malackó az alsó sutyarákot, míg Sanyadau a felső sutyarákot hozta. Korai rajtaütés az talán a dzsungelesek mozgásából úgy tűnik, hogy nem nagyon lesz. Malackó ugyanis a középsőhöz tartózkodik a leginkább közel, ott viszont be van tolva mate, és a megtisztulás miatt egyébként sem gondolom, hogy gyilkosságra benevezhetne ez a páros. A 2v2 harcot egyébként még nyerhetik is akár. Első romlási talajjelzőjét használja csak Skinzor, ez azért nagyon fontos, mert eddig is agresszív volt, de még a manája így is kitartott. Mate pedig az egy szem életerőítókáját már elhasználta erre a pillanatra, de a Dorán pajzsa miatt talán nem kell őt félteni. Illetve most Malackó nem is tud jönni,
Ugyanis egyrészt hát lopják a dzsungelét. Bizony, itt történik valami, és Sanyadaú az egész tábort el tudja hozni. Ott van a lekötés, megvan a kábítás, és jönnek a pici pókok is. Skinzor rögtön azt mondja, hogy elfedek. Sanyadaú el tud-e menni, nem tudja átvillanni a falat, így viszont meg lesz az első gyilkosság. Az első gyilkosságot Malacko hozza Elisszel. Amikor nem annyira jó a kalkuláció, a bemérése a falnak. Mérhetetlenül agresszív volt Sanyadaú. Itt talán indokolt azt mondani, hogy feleslegesen agresszív, hiszen a nagy pengecsört már elhozta, mire Malackó még a levegőben volt. Miután elindult Malackó, hát Sanyadó még azt mondta, hogy hát a kicsik is kellenek nekem, ennyivel nem érem be. Ó, ott van pedig a megtisztulás, de ettől függetlenül a Kubó szépen talált. Sanyadó még csak most jön, villan Skinzor. Ettől függetlenül 1-1 az idéző varázslatok cseréje. Szóval az agresszivitásnál tartottál. Igen, szóval a kis pengecsőröket ott hagyhatta volna Sanyadaú, ez a nem tiszta számomra. Tudta jó, hogy Malackó jöhet, középső ösvény prior az náluk volt, ez látszott azon, hogy mennyire jól tudja tolni az ösvény Skinzor, és igazából folyamatosan azt néztük. Keller nagyon nagy bajban, és közben ég is, nem tudja már Robusto sem megmenteni. Sanyadaú bármennyire agresszív volt, és ő volt az első halottja a játéknak, azóta már kétszer is megmutatta magát az ösvényeken, Hexazi pedig villant és égetett, hasonló egyébként Styles villanásához. Valószínűleg kellett a sebzés, a találat. Marin már teleporttal visszaérkezett a felsőre. Frader viszont még egyelőre nem tért haza, és elérhető a teleportja. Kevés manával rendelkezik ugyan, de hát maximális életerő még talán ez sem jelent túlságosan nagy problémát. Viszont itt a rajtaütésnek remek helye volna. Ezért is van itt Malackó a környéken, hogy fedezze felső ösvényesét, ezzel egy hullámot még neki adjon ajándékba gyakorlatilag. Uh-huh. Illetve, hogyha esetleg Marin cserélgetni akarna, akkor akár tudjon is fordulni. Páratlan páros így nem talált, a kábításra nem lehetett fordulni. Skinzor az, aki meg fogja nézni egyrészt, hogy merre található, merre jár Sanyadaú, honnan szeretne jönni. Jó kis örtszemet helyeztek egyébként a kék környékére, és hárman jönnének a felemelkedés után, pedig Marin a következő halottja ennek a mérkőzésnek, és Skinzorhoz vándorol ez a gyilkosság. Kérdés, hogy maradnak és hoznak-e még egy kis pénzt ebből a toronyból? Hát igen, azért az a 160 arany, úgyhogy nincs teleportja Marinnak, akár 320 is lehet. Két plétig elhozatal az igencsak jó játéki korai szakaszában. Jelenthet egy korai dzsungeltárgy fejlesztést például Elisnek, vagy az első hazatérésből egy fél tárgyat gyakorlatilag Fradernek. Számomra amúgy meglepő, hogy mennyire magabiztosan tudja eddig ezt az ösvényt játszani, hiszen egyszer hazatért ugye Marin is visszaérkezett a felsőre, tehát kétszer tudta elverni Orgottal azt az Iréliát, úgyhogy ő még egyszer se tért haza. És tényleg amúgy, hát a féltárgy az bőven megvan, hiszen a kalapácson kívül még a Rubin kristályt is be tudta fejezni Frader, és ott az égetés, amiről beszéltünk, most szólóban is gyilkosságot hozhat akár. A kis bónuszpajzs megvan, nem lehet azért berántani, viszont ő magát be tudja húzni. Hex az Ivan nagyon nagy bajban, teleporttal érkezett Frader, hát ha még tud itt segíteni, de a gyilkosság így is a plégé, és innen is lehet, hogy bontanak majd egy kis páncélzatot pénzért, ha már a teleportot kihasználta Frater. És így viszont Malackónak kell a felsősrigyen védenie a tornyot. Közben egyébként tökéletesen látjuk, hogy toronyrombolás is elérhető. Egyelőre gyilkosságokban a plég megszaladt egy picit. Uh-huh. Hát meg amúgy aranyelőnyük is igen, csak jónak mondható 8 perc után. Érdekes módon a Vájtól várnám egyébként, hogy a játék középső szakaszát mégis dominálni fogják. Uh-huh. Attól függetlenül, hogy most a plég mennyire tud vezetni, hiszen két háromság hatalma tárgyuk is van. Ha Ezreal is a jégkesztyűjét ezt válaszja, akkor három. Azok pedig a játék középső szakaszában nem csak az ellenfelekre, a karakterekre, de mellette akár a célpontokra is iszonyatos sebzéssel bírnak. Viszont amíg ez nincsen meg, addig ki vannak szolgáltatva a plégnek. Ezzel a teleport játékkal Frader legalább kettő, de inkább három hullámot is elbukott a felső ösvényen, és most csak vissza kell baktatnia, úgyhogy hát rengeteg időtől, tapasztalati ponttól esett el. Igen, csak nagy szüksége volt Marinnak erre a hibára Frader részétől. Ez a túlbiztosító teleport.
Igen, ezt meg lehet volna szakítani. Nem. Nem lehet megszakítani a teleportot. Úgy megszakítani, hogy gondolatban megszakítani, ja, hogy mégse kell az a teleport. Jogos. Hogy ne lehessen. Mert alapvetően már rossz helyzetben volt Hexazi. Villanáson nem volt, tehát azt tökéletesen tudták, hogy nincs. Ki tudták zónázni Morganát, tehát lényegében ténylegesen nem kellett volna még elindítani sem ezt a teleportot. Amennyiben viszont lement Frater, én örültem volna, hogyha leoltizza azt a gyilkosságot, és így legalább számára is profitábilis ez a leérkezés. És nem csak egy támogatása van, de mellé a gyilkossággal együtt úgy tud visszamenni a felső ösvényre, hogy mintha nem is bukott volna, hát semmit. Ugye az arany mennyiséget behozta volna azzal a gyilkossággal. És ha amúgy, ha jól láttam, akkor amíg ő ott volt, addig még nem volt elhozva egy plating sem az alsó ösvényes toronyról, tehát ez csak utána lett lerobbantva. Robosto is generálta. És cserébe Malackó is meg tudta védeni a felsőt, tehát Marinnak sem sikerült egyébként bónusz aranyat szerezni ebből. Uh-huh. Úgyhogy egyelőre, hát talán most mind a sütintnek, mind pedig ugye a mágikus cipellőnek köszönhetően azért Frater olyan szinten nem jött ki rosszul, hogy van kis bónusz, tényleg egy kis cipő, egy kis bónusz eledel, legalább ezzel ne kelljen foglalkozni. Profi játékokon szerintem 10 perc alatt 2 rajtaütés, ez ugyanis már a másodikos anyadó itt van az alsón, az igencsak soknak mondható. És ha Malackó érkezik, az bizony nem lesz jó a Plague-nek. Uh-huh, de közben itt van mindenki, nem talál a halálos ítélet. A robbanás egyébként lebuktatta őket, szépet lőtt. Robusto, akinek egyébként talán arról még nem beszéltünk, hogy teleportja van, tehát lesz 2 teleport elérhető adott esetben a piros oldalon játszó csapatnál. Uh-huh. Ez pedig mindig az egy visszajátszás az első gyilkosságról. Ez pont az a gyilkosság, amiről beszéltem. Itt Sanyadó még rengeteg időt áldoz, hogy a kispengecsőröket is elhozza. És az a csúszását is úgy használja, hogy ezzel nem tudja bekapcsolni az utórengést, tehát fél életerőre csökken, megérkezik Skinzor, és valamilyen oknál fogva ezt a villanást, ezt korán elhasználja. Nagyon-nagyon messze a parttól. Igen, ez egyébként minimális hiba volt a részéről, viszont pont annyira fontos hiba, hogy az első gyilkosságot jelentsen Malackónak. Nem volt annyira messze mégsem. Az akció hevében egy kicsikét még távolabbinak tűnt. Nekem is sokkal távolabbinak tűnt, hogy nagyon-nagyon messziről használta a flash-t, de végül egyébként hát nem sikerült átjutni a falon. Magas volt a léc, és ezt nem lehetett megugrani. Hát, talán, hogyha egy kis magasugrás párhuzamot lehetne hozni. Az első sárkányunk nem más, mint egy pokoli sárkány, és csomaggal kell menekülni, majd utána még egy valkürrel. Most te gyakorlatilag amúgy bekommentáltad a lécet. Igen. Lekommentáltad. Jó. Buci az első és egyetlen magyar léc kommentátor. Yeah. Marad egyébként a nagyjából 1500-as arany erőnye a Plague csapatának, viszont ezt mostanra már próbálják célpontokra is fordítani. Például egy pokolsárkány igencsak jó lesz. Egy olyan csapatnak, ahol az 5-ből 4 igen komoly sebzéssel bíró hős van. Még talán ide merre morgatot is. Mm-hmm, viszont Marin megjött. Senkit nem talál el konkrétan ezzel a páratlan párosan, nem úgy, mint az ultival. Megy rá Robusto, Robusto visszaüti, és jött volna már a mentő lámpás. Egyszerűen visszább tessékelte Marin Iridiáját, és Sanyada úgy lehetne bajban, villanni kényszerül, de Geller is utána villan, csak nem talál a halálos ítélete. Hexazi kapja a robbantást a korróziós töltetnek köszönhetően, a gyorsítást pedig a sútyarák holtestéből, miközben mét táncol, és egyelőre jó a tánc, az égetés pont nem fogja elvinni. Azért gyorsan az asztalra nézett, hogy röfög-e még az a malac. Úgyis, hogyha már bekerült ez a játékmód, akkor stílusos vagy stíles tényleg egy ilyen hős kinézettel jönni. Ó, oh, miközben Frater rakad be teljes mértékben, valószínűleg kaphatott egy Sejuani ultit. Tudod, mi ragadt még benála egyébként? Az az égetés. Amíg azt nem használja el, addig nincs villanása kifelé, tehát nem tud menekülni semmilyen úton, módon. Ha elkapják, akkor el van kapva, akkor viszlát. Akkor nincs kiút, maximum egy jól elhelyezett halálos félelemmel tud majd esetleg kilépni. A felső ösvényen lévő különbség igencsak kezd Marin irányába terelődni. Uh-huh, közben egyébként jó most Gellerre a kábítás érkezik. Marin és Mate párosa
megvan a gyilkosság, ezzel 3-4-re módosul. Ezen arány, piszkálódás pedig a gyorsító kapun átérkező energia lövedék, amit megmutat nekünk a Robusto. Viszont az, hogy jól farmol Marin, azt még csak tovább tetézi azzal, hogy most már gyorsan két gyilkosságot is bezsebelt. És innentől kezdve a játék elején elszenvedett hátrány már jóformán előnyé kovácsolódhat lassacskán. Igen, most ő az, aki egyelőre vissza tudja rántani a Vány csapatát, ami azért nagyon fontos, mert ténylegesen közelítünk ahhoz a ponthoz, amiről korábban beszéltünk, és a háromság hatalmák lassacskán elkészülnek. Hát azokon, akiken ez várható. Irillian, illetve Korkin. Már a Kalapács, illetve a fej... Na, ugye, amikor angolul játszol? Ugye? A Sheen is megvan, Sheen. Az a lényeg. Fage és Sheen. A Kalapácson kívül, tehát a ragyogás is, köszönöm szépen. Úgyhogy nincs már csak egy fél lépésre a háromság hatalma. Amint ez megvan, a torony elhozatal a Wide-nál igencsak felgyorsul. Ez, hogyha mondjuk egy hírnökkel tudnak még fokozni, ahová most pont Sanyadau érkezik is, azt hiszem vegan számlájukra írhatnánk jóvá az első tornyot. Abszolút, ugye három ragyogásos tárgy is lesz majd a Wild-nál. A Stiles is meg tudta vásárolni magának ezt a tárgyat, ami hát ugye a későbbiekben szint úgy fontos, ahogy te is említetted, a célpontok szempontjából is. Miközben egyébként az első tárgyak a másik oldalon is lassacskán, de készülnek. Alsó ösvényen egyébként hát Jomu szellemkardját vásárolta meg Robusto, ugye a sebessége igazából határtalan lehet a kapuval, illetve az aktív karddal együtt. Régen szerettem, amikor Jinre is ez volt az első kötelező vásárlás, sokkal te gyorsabban érsz vissza így az ösvényedre is. Miközben egy kis technikai szünet, amint természetesen megkapjuk a hivatalos információt, hogy mi is történik, vagy mi miatt áll a játék, akkor természetesen veletek is közöljük. No, de azért a plague bekezdett, viszont, ahogy te is mondtad, jön a játék közepe, jönnek a Triforce-os emberkék is, visszamászott egy 1000 arany különbségre a Wild. És itt kéne megragadni ők a gyeplőt, és azt mondani, hogy már pedig mi irányítunk. Mondom még egyszer, szerintem a hírnök ennek jó módja, amit könnyen lehet több toronyra is kihasználni akár. Erre egyébként még a csomag is egy rendkívül jól kihasználható eszköz, ami most megmondom őszintén, nem tudom mikor volt legutoljára használva, de szerintem most már lassacskán ideje, hogy ez megint elérhetővé váljon. Illetve az alsó ösvényes külső tornya a plégnek talán fél életerőn van, ugye oda többször is érkezett Sanyadau, ahogy te is kiemelted, illetve ott történtek is gyilkosságok, azért ezről könnyű szint úgy tornyot pusztítani, illetve dönteni, úgyhogy talán ott lehet még majd adott esetben egy jó kis roham, egy jó kis ostrom, az pedig hopp, egy kis betalált rakéta, Skinzor hátába szúródott. Sanyadau pedig folyamatosan ösvényről ösvényre jár és kell. Ugyan le van maradva farmokban, de minden ösvényen ott van. Ez az a faramúci helyzet, amiről beszéltünk, Fráter, nem mehet ennyire ki, nincs menekülése. Mondjuk kifárasztása az van, jön is az ulti, ott a kábítás is innentől kezdve. Ugyan még át tudja dobni, Marint viszont van a célugrás. És csak a kifárasztást használta el, ami ugye a teleport, Malackó megjött, jó még a le. Kötözés, de azt követően Marin már nem tudott mit csinálni. Bele lehet ütni? Bele bizony. Ott van a torony rombolás lehetősége. Kábítás megint jó, viszont most a másik oldalra is jó a feldobás. Villanni kényszerül Malackó. A negyedik jelző már majdnem rajta volt a mélyfagyasztásra. És Fráter megint nem égetett. Csak hogy... De a kifárasztást elhasználja. Azt legalább el, hogy a teleportja van. Nem egyszerű ez a helyzet. Remekül játssza meg a Wild amúgy az erősségét, ami most egyértelműen a felső ösvény. Innen kell valamit elhozniuk, és hogyha ez az első torony lesz, ám legyen. A pokol sárkány ugyan jó lesz hosszú távon a plégnek, amely egyetlen célpontként ott virít náluk, viszont örökké nem elegendő mégsem. És csak hosszú távon fizetődik ki ez a befektetés.
600 aranyat ér Marin, 450-et Robusto, átellenes oldalon nyilván. Így ameddig a Vajda felső ösvényre fókuszál, talán az alsón a Plague-nek van játék lehetősége. Semmúgy egyébként Robusto megállításával jóformán is tűnik az a fajta különbség, hogyha ez megtörténik, ami jelen pillanatban a Wild minimális hátránya. Sárkányunk is van méghozzá, felhő sárkány, ez ugye bónusz gyorsaságot adna, attól függ, hogy kell-e. Ez a sárkány elszáll Stylesnak az ultia, de ettől függetlenül elszáll a remény is, az első torony elhozatalára a Wild oldalán, de ha már elhozatal, akkor te is említetted talán, hogy a hírnökre érdemes lenne fordulni. Viszont ez két célpont az egyért cserébe, mert hogy a felső ösvényes torony egy hosszan elhozott hírnök után nem biztos, hogy bele kéne férjen, ha csak nem azonnal egy elhasznált hírnökről beszélhetünk. Ó, oh, elnézést, Mate képes szépíteni a helyzeten, ő ugyanis elhozza a középső ösvényes tornyot. Megvan amúgy a két háromság hatalmánk, amiről beszéltünk. Így tehát bármennyire volt ez egy ilyen egyenlő csere, én azt merném mondani, hogy ez a Wildnak jobb. Így van. Főleg úgy, hogyha jól ki tudják használni a hírnököt. Ugye majd Sanyadaut kell figyelni, nála van a szem, amit meg lehet idézni. Ezzel ugye vissza lehet hozni a hírnököt a szurdokba. A második tárgy egyébként már elkészült Stylesnak. Ugye jó kis kleptománia, Skinzor agresszív, miért viszont el tud menni még a Valkürrel. Ne felejtsük el, mind villanás, mind pedig megtisztulás és égetés is van. Ez ugye az égetés miatt is fontos a megtisztulás, nem csak a lánc miatt. Draktárt fog vásárolni másodiknak Robusto. Kíváncsi voltam, hogy vajon erre a tárgyra is befektet-e. Ez abban az esetben kifizetődő tárgyválasztás mindösszesen, hogyha elég sokszor tudja az alaptámadásait amolyan rejtek helyről megmutatni a Wildnak. És erre kevés esély van, azért igen sok a távolsági harcos a Wildnál. Hogyha pedig esetleg Marint szeretné ezzel Robusto büntetni, hát az elég gyorsan egy visszapofonná is kinőheti magát. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy ez... Ó, az pedig egy gyönyörű kezdeményezés Sanyadautól, és ez bizony így egy halott pók. Lecsapták de a taxiórát. Hány torony lesz? Hát egy biztos. Főleg így kettő darab lövésszel. És ne feledd, itt van a hírnök. Így megidézhető van. Bármikor. Az első torony meg is van. Kérdés jön-e a segítség, a bónusz segítség. Jó, a kábítás ezt követően szép egyébként a rúna kihasználás. Ez az amúgy, aminek nem szabadna megtörténni ebben a meccsebben. Hogy Irelia tök szabadon ráugrik Urgotra és lecseréli őt. Ideális esetben, hogyha nem volna 40 farmal, illetve 3 gyilkossággal is lemaradva az az Urgot, akkor egyszerűen csak hátradobta volna az Irelia-t, aki ráugrott. És vagy toronnyal, vagy torony nélkül, az égetésével befejezte volna varázs ellen, vagy a sebzés csökkentés ide vagy oda. Viszont akkora a hátránya Fradernek, hogy nem nagyon tudja tartani a lépést azzal az Irelia-val. Közben amúgy egy tornyot a Plague tudott szépíteni megint csak a felső ösvényen. Igencsak kiki párbaj ez. Mondanám, hogy gyakorlatilag semmi különbség nincs a csapatok között, de azért minimális az előferdől. Na, de én is úgy gondolom, hogy ez itt nem lényeg már ebben a játék szakaszban, itt a 21. perc vége felé. Az már biztos, hogy amennyiben itt egy nagyobb csapatharc lenne, mondjuk 3-4 ember halna meg az egyik csapatból, a másikból pedig jóformán mondjuk senki, akkor már egy barondasor is elérhető, az elhozható erősítés lenne, főleg mondjuk 3 ragyogással. De ez az kell, hogy egy nagyon jól menedzsel csapatharcot nyerjenek. Amiben mondjuk a Wild jó, abban mindig is nagyon jó volt, az pedig megint csak gyönyörű Sanyadautól. Frader szeretne menekülni, ugyan tud még menni, és meg is van a védelem, tehát nincsen gyilkosság. Mondjuk 2 darab ultit kellett ezért csupán használni. Nem villant se Marin, se Sanyadau innentől kezdve. Na mindegy, újra töltenek azok. Tovább az megyek, Frader se. Így van. Hát viszont hazaküldik, fél életre nem maradhatott.
Ebben azt hiszem egyetértünk azt a tornyot, tehát el kéne, hogy hozza a Wilde nagyon-nagyon rövid időn belül. És hogyha jól láttam, akkor még szűk egy perc lehet nagyjából, hogy ezt a hírnököt aktiválhassa a Wilde. Ez lesz az a pont, ahol egyből két tornyot akar elhozni a Wilde? Ez lesz, ahol megrohannak? Ugye azért is mindig nagyon kockázatos bent tartani sokáig a hírnöket. Nagyon sokszor láttuk azt, hogy nem is használták ki adott esetben, vagy elfelejtették. No de hát, sajnálom, nem ilyen srác, hogy azt mondja, hogy jó, akkor itt megvan az első torony, konkrétan egy fejelés. És ugye nem is mehet nagyon haza Fráter. Teleport van Robustónál, ne feledd. És jön már Geller és Malackó is. Skinzor pedig oldalról, Sanyadau villan, a hírnök pedig elfordul. Viszont nagyon szépen két emberre megy el Sanyadau, közben összerántják, és bizony. Hát jóformán egyszerre, mint hogyha egyébként ez a halálos félelem mind a kettőt átszúrta volna. Belecsúszott a lába, aztán már vitte a gép. Igen. És ez baronnasor lesz a Plague-nek egy egyszerű túlhívásból? Megpróbál menni a Plague a baron felé, ez mindenképpen igaz. Made féleleterő alatt, nem felejtsük el, mint Stiles. Ó, Malackó! Egy picit benézte ezt, de ettől függetlenül mehetnek tovább. Méten pörög az égetés, villannia kell a falon át, és Hextazinak is nagyon kevés életre van. Így most már mehetnek? Így most már pont, hogy nem mehetnek. Mert hiszen Sanyadau. Élet Sanyadau. Itt még azért nem túlságosan nagyok azok az éledések. Tehát ezzel a kis, hát nem is tudom, piszkálódásra való válaszból a Plague eldobott egy baronnasor lehetőséget, ami nem egy biztos baronnasor lett volna, maximum tényleg csak egy lehetőség, ahogy mondjuk, de attól függetlenül ott volt a levegőben. Talán azzal jött volna még jobban ki a Plague, hogyha már a baron nem tudja elhozni, vagy Mate-et, vagy Hextazit meg tudta volna ölni. Úgyhogy nagyon kevés illetelőn menekültek el, akkor legalább az ős kapjukkal tudott volna reagálni, vagy válaszolni arra, hogy ha már a baronna sor nincs meg, akkor mit lehet tenni. Például egy harmadik sárkányt elhozni. Ez már a harmadik különböző típus bónusz regeneráció így a Plague-es fiúknak. Hadd hangsúlyozzam, mennyire fontos volt amúgy ez a két gyilkosság, ami Fráderhez került. Ő le volt maradva. Folyamatosan mondtuk, hogy mennyivel, és egyébként nőtt a különbség közte, illetve Irelia között. Viszont ezzel a két gyilkossággal, amiből ráadásul az egyik fejpénz is volt, hoppá, csomag. Csomag, bizony, és rajta van a fekete pajzs is. Egyelőre jól ment Geller, de ezt követően Métet még vissza tudja nyúzni. Így ő saját magát ugyan feláldozza. De más nem kell, Robusto villant. Frater pedig hátulról jön. Ő egy másik fajta pók. De mennyien vannak? Jézusom, Skindor elolvad konkrétan. De Robusto is meg tudja mutatni, hogy bizony az Irelia sem eléggé nagy tank. Mate az egyedüli, aki már csak él. Illetve a távolban érkező Stiles, aki még csak most jönne villan. És ott a gyilkosság is, a második is meg lesz, kedves. A ex Máté Stiles. Robusto. Azért ő is olvasztott most. Igen, igen. Robuston is egy 700-as arany... Hát egy 700-as fejpénz gyűlt már össze, és baronnal sor hívás sok idő, amíg ideér Sanyadau, 5 másodperc mire élet, de utána még egy 20-at futnia kell a baronhoz. Ezt akartam mondani, hogy van egy ulti, de nagyon korán előtte, viszont épet sebzett konkrétan ez az ulti. Geller nem talál, viszont befele ugrik, befele megy Stiles. És gyilkosságot nem tudott hozni. Kevés életerőn ugyan a Plague játékosai, Geller talán ki tudja tankolni ezt az egészet, és meg is van így. A baron Nashor Hextazi jön, ellő egy fekete lekötést, és Malackó valószínűleg benne marad ebbe. De még megy, és csíp, el kell használni bizony a Zonya homokórát, és a homokóra mellett, vagy legalábbis után. Ha már Malackó feláldozta magát ilyen Dugovics Titusként, hát magával rántotta Hextazit a mélybe. Malackó egyébként ezen a mérkőzésen igencsak keveset hibázott. Úgy érzem, mechanikailag szinte nullát. Maximum az érkezései voltak kicsikét lassabbak, mint Sanyadaué. Na, de nézzük ezt a visszajátszást. Frader remek pozícióból tudott megérkezni, és hátulról elkapta az egész csapat grabancát. A Wilde meg is ilyet egyébként gyorsan, két emberük meghalt, és hiába használta el szegény Hextazés a stopper órát, ami akár már Zonya is lehet, nem maradhatott életben Mate-et, nem sikerül leüldözni.
vagy nem időben, hiszen közben meg tud érkezni még Styles is, aki egy villanással tud szépíteni ezen a csapatharcon. 4-2 így összességében, ami aztán nyilván 5-2 lesz a Baron Nashornál, és így tovább, és így tovább. De a lényeg az az, hogy a Plague elég sokat kaszált ebből az egészből. 3000-es aranyelőnyük van, és szerintem a mérkőzés legkritikusabb pontját, a legnehezebb pontját, azt talán túlélték. Bár ezt még azért lekopogom, mert nagyon erős a kompozíciójuk, azzal a két lövésszel és az Irelia-val, akit még mindig nehéz hová tenni, de e tekintetben nem feltem a Plague összeállítását sem. Ami nagyon-nagyon fontos volt az előző csapatharcban, és talán kulcsa volt annak, amellett, amit te is kiemeltél, hogy Fredder nagyon jól érkezett a hátába a Wildnak, az az, hogy ha jól láttam, egyébként Malackó lőtte egy gubót Marinra, akivel így, amikor már elkezdett volna ugye Iréliáskodni, miközben a kábítást kapja a Frater, de azért van bőven pajzsa, viszont ebből azért ő sem tud sokáig menekülni. Skinzor robbantale, viszont Marin tud menekülni, az égetés nem fogja elvinni, mert ugyan rajta van még, hogy gyógyítás, Stice most se volt biztosabban, hogy elég lesz a romlás itala. Végül nincs meg a gyilkosság Skinzornak. Szóval elkábították Marint abba a csapatharcba, tehát ő nem tudott jó formán semmit sem csinálni ott. Kinyomta az ultit és megállt. És ez viszont mennyire fontos változtatás. Irelia-nak a végső képessége a 9.1-ben itt. Minden egyes karaktertől, aki átrohant az ultján, elvette volna az alaptámadások lehetőségét. Ami azért például Fradernek fájt volna, például Robussónak fájt volna. Szerintem még akár Malackónak is. Viszont a 9.2-ben ezt a képességét elvették az ultiának. Ugye erről beszéltünk talán még a mérkőzések előtt, hogy azért valamelyest számíthat az új patch Skinzor. Villanása van, ultia van, elfedés van. El is feledkezik a visszavonulásról. Neki azért már 2 tárgya fejlesztett cipője kész, illetve Malackónál is már a 3. tárgy készül, Zonya homokórája, hasonlóan ugye Hextasyhoz, amit említettél. Varmok vértje pedig Sanyadaunál. Ritka tárgy. Vagy legalábbis én nem látom annyit manapság. Ez ilyen nagyon régi Szedzsú. Uh-huh. Egy évvel ezelőtti Szedzsú kb. Akkor volt ilyen varmok, második tárgya, aha. Mániás Szedzsúálink. Valószínűleg a hát idézőjelesen pókolásból kapott sebzést szeretné majd visszagyógyulgatni, ami egyébként ténylegesen értendő Elise-re is, értendő Jace-re is. Igen, pontosan az ilyen betekintő nyalábokkal szemben eléggé jó vásárlás lehet ez a varmog. Ó, Frader, body blokkolja konkrétan azok azt az ágyus miniont. Styles 2-vel is. Ott még repült egy urgot ulti is. Ne legyenek kétségeink afelől, hogy a Team Plague vérszemet kapott Styles, ahogy meglátta az ugráló Ezreal-t, mindent is megkapott jóformán. Kicsit olyan volt, mintha átváltott volna Ezreal karakterről Rambo karakterre Styles, és így beleugrott volna, hogy srácok, nekem elegem van, én ezt megvédem, csá! És amúgy tényleg 1v5-be be tudott úgy ugrani, hogy utána még ki is táncolta az egészet. Bizonyára a Fish száma is ott lebegett fejében. Remek, remek. Közben erre pedig hát a rálátás az közel sem annyira, mármint a Wild részéről, a Plague egyelőre a célpont fókusz nagyon jól tartja. Egy ajajajajaj, közben Stylesnak kell menekülnie, és jön is előre Robusto, viszont ő kapja az arcába a Sejuani ultit, viszont ő még fel fog támadni, kicsit korai volt talán az Ezreal ulti, Frader pedig hát kőbe vésve menekül, de sem neki, mármint Gellernek, sem Robustónak nincs menekvés. A sziklavért pedig hát megtette hatását, egyelőre az alsó ösvény párosját a Plague-nél megállították. Hoznak-e ebből torgyot a Wildosok? Szerintem szeretnének. Beszéltünk arról, mennyire jók a torony elhozatalban. Egyet biztosan hoznak. Talán több nem nagyon fér bele az idejükbe, de annak az egynek meg kell lennie, meg is van. Ezt is Rambo, mármint Size biztosítja. Így mindössze
2500 az arany különbség a plégjavára. És meg lesz a második is, mert most Robusto nem fog kijönni teleporttal. És jól rotál egyébként a Wild, mennének be méghozzá Malackóér, aki rá tud menni arra. Igen, el tud menekülni egyelőre, Geller még csak most érkezik meg, jönnek a villanások, Skinzel is ott van, visszaugrik, ezt követően pedig Sanyadaut öli meg Frater. Elég fránya hős ez az Urgot. Ebben egyetértünk. A túlvállalások következtében Sanyadaut pont akkor veszti életét, amikor a legnagyobb szükség volna rá a Baronnasar biztosítása érdekében, hogy azért még mindig ő az egyetlen, aki sújthat azon a csapaton belül. A Plague-nél amúgy kettő ilyen karakter is van, mert sújthat Malackó, de sújthat akár Frater is a felnyitott varázskönyvével. Közben menne előre Frater, aki elhasználja a pajzsát. Skinzor belefutott konkrétan ebbe. A popomba viszont kettős gyilkosságnál már jár, már Robusto. Geller elmenekül, Malackó hozza a harmadikat, majd utána megy előre Robusto, próbálna még gyilkosságot hozni, de ezt Frater biztosítja. Így ugyan, nincsen. És ez endelős lesz. Azért megy a teleport, hogy ezt a meccset be lehessen fejezni konkrétan, hiszen négy ember halott a Wild oldaláról, 20 másodperc, mire a lövész életni fog, ösvénytakarítás egy Sejuaniban igencsak kevés. A Plague ezt meg fogja nyerni. Abszolút, mennek is rá a tornyokra. Próbál Sanyadaut mindent megtenni, de azért van itt kettő darab játékos, a berántás jó, viszont Hextasy élet időközben, úgyhogy csak egy darab Nexus védő tornyot, illetve az alsó ösvényt tudták felbontani. Sanyadaut mindent megtett, és jól tette, hogy ennyi ideig kibírta. A következő mérkőzést pedig láttuk, hogy ez lesz, mármint hogy a két csapat, aki majd játszik. Félelmetes, mekkora a célpont különbség a két csapat között egyébként. A Wild ebből tudott volna meccset hozni. Náluk ugye sokkal jobb azért a célpontokra kiosztott sebzés. A Plague-nél sajnos ez hiányzik. Skinzor, ha élt volna, ennyi varázs sebzéssel a tornyok nagy veszedelme lett volna. Az ő hiányában viszont ez elmaradt. És még tart a meccsünk. 5000-es aranykülönbség rendben van, de a túlkapások miatt merem azt mondani, hogy a Wild még partiban van, és ez még bárki meccse lehet. Nem olyan brutálisan nagy az az aranykülönbség itt a 34. percbe érkezvén, hogy ez, hogy is mondjam, eldöntött kérdés, vagy eldöntött mérkőzés legyen. Az viszont, hogy Robustót meg kell állítani nagyon-nagyon gyorsan, az tuti. Egyszer halt meg ugyan, de nézd meg, tele van halálossággal. Már egy hóhér hangja is ott van nála. Tehát arra se fog nagyon, mondjuk Irelia-ra tökéletes választás. Tudod mit, gyógyúgassa itt nekem. Haláltánca hóhér hangja. Így mennyire van. Remek összhang. Halált fognak osztani jóformán mindkettő. Csak kérdés, hogy hogy. Az pedig egy jó kis piszkálódás. Baronnasorral sokkal könnyebben fejezheti be a Team Plague ezt a mérkőzést, vagy fejezhetné be. Még mindig azért a feltételes mód. Megvan a Baronnasor. Nagyon gyorsan tudom úgy kezdeményezni Frader. Arra érdemes figyelni, hogy nem csak igaz dicsősége van most, de gyorsítása is. Valakit konkrétan lefut a pályáról. Mate-nek ez a csomagja, az maximum sárkány biztosításra kéne, hogy elegendő legyen, hiszen mindössze egy percig elérhető ez az erősítés, ebből még 30 másodperc. Hát sincs most már hátra, mire végigmondom mondandómat. Viszont ezt a sárkányt el kéne hozni, mert ha adott, ne adj Isten, eltart a játék addig, hogy az ősi sárkány éledjen. 5 darab sárkány elleni ősi sárkány az. Pont ez az, hogy ezért kell ezt elengedni. Mert egy felhő sárkányért ne kockáztassa a mérkőzést a vágy, ami így is egy bizonytalan mérkőzés számukra. Ha csak plusz egy felhőt kalkulálunk most abban, amit a Plague nyer, az nem sok. Igen, hosszú távon ez rengeteg tényleges sebzés bónusz is lehet. De ha valahogy most a Wild csapatharcot tudna nyerni, akkor az a felhő sárkány nem segíti ki a Plague-et a bajból. Viszont maximális sebességen, vagy maximális sebességre kapcsolt a Plague, megpróbálják Skinzort megállítani, de ő konkrétan a Marint, hát nullázza le végül, és meg is van a gyilkosság.
1-0 jön ki az ulti, de alapvetően két emberen átmegy csak Stylesnak az ulti, a Skinzor ismételten ugyanonnan robban be, ahonnan Mate-et, bocsánat, Marint találta meg, Mate és Stiles pedig, hát Robustónak a sebzését. Sajadau beugrik ugyan, és próbál CC-zni folyamatosan, de Geller és Frater az, aki előre megy, ők a tankok jóformán ebben az összeállításban, ott van a villanás, de Hex az nem tudja még kihasználni az ultiát sem jóformán, és ez bizony még így, hogy meghal Mate, a mérkőzésbe fog kerülni a Wildnak. És elmondhatjuk azt, hogy az ötödik játéknapon a KNTH League of Legends bajnokságon megvan, hát 3 hét elteltével ismételten az a csapat, hogy veretlenül megy tovább a Plague. Meggyőző teljesítménnyel amúgy, bár hozzá kell tenni, hogy a Wild, akit középmezőnybe soroltunk az eredményeik alapján, ők igencsak jól állták a sarat, és Marinnak köszönhetően igazából a játék középső szakaszában, ahol teljesíteni kellett, ott tudtak is. Az már más kérdés, hogy a végéhez közeledve nem szeretném csúnyán megfogalmazni, csak azért akadok bele. Megkérdőjelezhető tárgyválasztásokkal egy kicsikét megnehezítette a Wild a saját dolgát. És végső soron amúgy el is veszítették a mérkőzést, de a lehetőség az bőven ott van bennük, és messze van még a vége ennek az egésznek. Ugye alapvetően ők teljes mértékben kvázi arra építettek, hogy Sajnodó előre megy tankolni, ő tankoljon, azért kell a varmog is, egyrészt, hogy kibírja a piszkálódást, másrészt, hogy mehessen előre azzal a maximális életerővel, és szétszedek mindenkit, és addig a két piszkálódó sebzésosztóm az majd piszkálódik, itt a Corki Ezreal, Irelia meg majd ott a hátsó sorokban valahol gyilkol. Míg igazából Hexazi CC-z, pajzsoz. De nem nagyon volt például, én azt gondolom, Frater volt úgymond frontline, csak ő közben sebezés, meg megfélemlít, meg mindent. Tehát, hogy valahol nem éreztem azt, hogy ez ellen a taktika ellen, vagy ez ellen a ötös ellen a Plague azt mondta volna, hogy jó, hát hogyha ti így, akkor mi úgy. Nem, ők egyszerűen azt mondták, hogy megyünk előre, folyamatosan piszkálódunk, az nagyon jól ment, láttuk, hogy 2-3 robusztó lövés után 0 HP-n rohangáltak hátul az emberek. És abból már nem lehetett viszont válaszolni, viszont kezdeményezni. Igen, van egy lövészünk Ezreal remek piszkálódással, van egy majdnem lövészünk Jayce sokkal jobban. Így van, ez a záró mondat legalábbis az első mérkőzés után. Most elmegyünk egy rövid szünetre és jövünk vissza a második meccsel.